ugye hallott szavam? Karácsony van, kis Jézusom, ugye hallott szavam? Segíts nekem, hogy még jobban megismerjem magam. Segíts, hogy testvéremnek jó testvére legyek. Szeretetem tőled kapom, és hogy szeressenek. Segíts, hogy szüleimnek jó gyermeke legyek. Megértsem a világot és az embereket. Karácsony van, kis Jézusom, téged ünnepelünk. Hit a békes, szeretet legyen mindig velünk. Isten tiszteletünk menetét, liturgiáját az énekeskönyvünk 35. oldalán található J betűvel jelzett rend szerint a karácsonyesti Isten tisztelet rendje címet viselő résznél találják. Kezdjük el Isten tiszteletünket a 140-es ének első és második versével. Várj ember szíve készen, várd Isten harcosát. Ezért a Szentírásból olvassuk az eljövendő Krisztusról szóló proféciákat és a születéséről szóló evangéliumokat. Krisztus felé forduló vágyódásunkat, szeretetünket és karácsonyi örömünket sem a magunk szavaival mondjuk el, hanem azokban az énekekben, amelyeket a hívek serege
az angyalok karával együtt ősidők óta énekel Szent Karácsony éjszakáján. Énekeljük el az ősi Krisztus váró imádságot. Jöjj népek megváltója! Amikor Isten kimondja ítéletét az első ember bűne felett, akkor adja első ígéretét is a megváltóról. Így szól a kísértőhöz. Ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony között, a te sarjad és az ő sarja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ezt az ígéretet erősíti meg Isten, amikor ezt mondja Ábrahámnak, gazdagon megáldalak téged, és a te sarjad által nyer áldást a föld minden nemzetsége. Erről a megváltóról szóltak a próféták. Ezt mondja Ézsaiás. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállá lesz, és nevezik csodálatosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének. Mikeás így prófétál. Te pedig Efrata Betleheme, legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodó lesz Izraelen, akinek származása ősidőktől, öröktől fogva van. Zakariás próféta könyvében ezt olvassuk. Örülj nagyon, Sion leánya! Íme királyod jön hozzád, aki igazságos és szabadító, és békét hirdet a népeknek. Malakiás pedig így szólaltatja meg az Úr üzenetét. Íme elküldöm követemet, aki elegyengeti az utat előttem. Erről a követről szóltak az evangéliumok. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában. Ez az, akiről megmondatott Ézsaiás próféta által, kiáltónak hangja a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek ösvényeit. Keresztelő János pedig ezt mondta, térjetek meg, mert közel jött a mennyek országa. Közöttetek van, akit ti nem ismertek, akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Isten megtartotta szavát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni, Isten dicsőségére. Isten ígérete így teljesült. Történt azokban a napokban, rendelet jött ki Augustus császártól, hogy az egész földet írják össze. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki az összeírásra, mindenki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják Máriával együtt, aki jegyese volt és gyermeket várt.
történt, hogy amikor Betlehemben voltak, beteltek szülésének napjai, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a szálláson. Pásztorok voltak azon a vidéken, a szabadban tanyáztak és őrködtek a nyájuk mellett. És az Úr angyala hozzájuk lépett, az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik: ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népé lesz, mert üdvözítő született ma néktek, a Krisztus, az Úr a Dávid városában. Ez lesz a jel nektek. Találtok egy csecsemőt, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Thank you.
Történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, ezt mondták a pásztorok egymásnak. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, mi az az ígéret és esemény, amit az Úr tudtunkra adott. A pásztorok elmentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a csecsemőt, aki a jászolban feküdt. Amikor meglátták a pásztorok, elmondták azt az ígéretet, amely megmondatott nekik erről a kisgyermekről, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok elmondtak. Mária pedig mindezeket megtartotta, és forgatta szívében. Pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit hallottak és úgy láttak, ahogyan megmondatott nékik. Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igéhíret és alapigényét, ugye, amit megírva találjuk János írása szerinti evangélium 7. fejezetében, a 27. és 28. versben a következőképpen. Csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok. De én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusom. Amen. Testét ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy különös ünnep ez a mai, hiszen semmi sem a megszokott. Nem vagyunk együtt a templomban, nem vagyunk együtt úgy, ahogy talán évek, évtizedek alatt megszoktuk. És különös azért is, mert ezen az estén, amikor az ember úgy szívesen elromantikázik a betlehemi csoda fölött, akkor Isten igéje egy nagyon kemény kérdést intéz hozzánk. Tudjuk-e, hogy kit ünnepünk ma?
Jó evangélikusként megtanultuk hittanórákon, konfirmációs órán, kapásból tudjuk mondani Jézust és az ő megszületését ünnepeljük. De vajon tudjuk-e igazán, hogy ki ő? Tudjuk-e igazán azt, hogy ki fekszik abban a jászolbölcsőben ezen az éjszakán? Mert el lehet mondani sok-sok minden lexikális tudást, sok-sok lexikális ismeretet Jézusról, hogy ő a Mária fia, hogy ő az Isten fia, ahogy szoktuk emlegetni. Lehet mondani, hogy a nevelő apja József volt, és még sok-sok minden egyebet el tudunk róla mondani úgy, ahogy Jézus kortársai is, a farizeusok és az írástudók sok-sok mindent el tudtak mondani Jézusról, hiszen ismerték őt. És Jézus szava ezért hangzik nagyon-nagyon furcsán, amikor azt mondja, hogy ti sok mindent tudtok rólam, sok mindenben ismertek engem, de azt nem ismeritek, aki elküldött. És ebben a mondatban az a nagyon kemény kritika az őt hallgatók felé, hogy ez a farizeusoknak és írástudóknak szól. Azoknak szól, akik nap-nap után tanulmányozták az írást. Nap-nap után tanulmányozták a törvényt, a prófétákat, és próbálták az Istent megérteni, próbálták az Istent megismerni, de mindig csak addig jutnak el, hogy ez egy haragvó Isten, hogy egy olyan Isten, aki képes büntetni az ő saját népét, aki ha valami rosszat tesz, akkor arra lesújt az ő haragjával. És Jézus ez az, amit el akar magyarázni az akkori és mai követőinek, akkori és mai tanítványainak, akik ott vannak körülötte, akik ott vagyunk körülötte, hogy aki elküldte őt, az valaki egészen más. Hogy ő az Atya. Nem egy haragvó despota Isten, hanem az Atya. Az, aki nem másért, hanem az ember iránti végtelen és valljuk őszintén, totálisan érthetetlen szeretetéből elküldi egyszülött fiát a mi megváltásunkra. Hogy felvéve a bűneinket, aztán majd oda szegezze a Golgotai kereszthez. Mert ezt a kettőt csak együtt szabad nézni. Karácsony ünnepét, Szenteste ünnepét és Nagypéntek ünnepét, a Golgotai keresztet. Ez a kettő együtt kap értelmet, és együtt kell látni, hogy az, aki ott fekszik a jászolbölcsőben, az ugyanaz, aki aztán meghal a kereszten. És ez az a pont, ahol szeretném megválaszolni a prédikáció elején föltett kérdésünket, hogy kicsoda is ő? Mert erre a kérdésre csak egyetlen egy jó válasz van, hogy ő az én, ő a mi személyes megváltunk. És ameddig ezt a választ nem tudjuk rá megadni, addig karácsony ünnepe nem több, mint egy fenyő ünnep. Addig karácsony ünnepe nem több, mint egy szép családi összejövetel, ahol együtt lehet lenni, együtt lehet beszélgetni, lehet jókat enni, de nem több. De nem a megváltásunk egyik állomása. Csak egy szép, romantikus, csodákkal teli történet, amit még nem látom meg ő benne, az én személyes megváltómat, akin keresztül utam lesz az Istenhez, és akin keresztül utam lehet a másik emberhez. Ameddig nem értem ezt meg, addig nem kezd el zengeni az én lelkemben az angyaloknak a dala. Dicsőség a magasságba Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És ez volt az, amit azok a pásztor emberek megértettek. Azok a nagyon kemény pásztor emberek, akik a társadalom peremén élnek, akik kitaszítva vannak mindenhonnan, akik bizony néha loptak, lehet, hogy néha talán gyilkoltak is. Ezek az emberek ott akkor megérték, hogy abba a kis csecsemőbe az Isten
ő hozzájuk is eljön. Ő hozzájuk is megérkezik, és ő értük is meg fog halni, és az ő számukra is megváltást hoz. Ez az, amiért ők akkor este örömmel tudnak visszamenni a nyáj mellé, örömmel tudják végezni tovább a munkájukat, de már teljesen másként. Már az Isten gyermekeiként, választott gyermekeiként, olyanokként, akik vagyunk mindannyian, akik megkereszteltettünk, akik a Krisztusba kereszteltettünk bele. Az Isten gyermekei, akiknek ezt kell hordozni és hirdetni a világba, hogy van ennek a világnak egy megváltója, mert ma megszületett a megváltó. Azért, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Ez a felismerés teheti örömtelivé ezt a nagyon különös karácsonyt. Mert lehet, hogy sok-sok mindenben le vagyunk korlátozva, külső korlátok által. De egy valami nincs korlátok közé, és nem lehet korlátok közé szorítva. Ez az Isten evangéliuma. A Krisztusban kapott evangélium. Ezért is van az, hogy a mai este lehet, hogy talán egyedül vagyunk. Lehet, hogy nem jöhetnek azok, akiket szeretnénk, hogy ott legyenek körülöttünk. Mégis van okunk az örömre. Mert ő, akinek el kellett jönnie a világba, ő megszületett, hogy hozzon békét és életet, ahogy énekeljük a karácsonyi énekünkben. Jel, mondjuk néki éneket. Adja Isten, hogy meg tudjuk élni ennek az örömét, ennek a különös éjszakának, ennek a különös ünnepnek az örömét, amikor összeér a menny és a föld. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött fiadat csupa szeretetből békességgel küldted a világot. Add, hogy szeretetet és békességet betöltse a világunkat és a szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő Istenünk, hogy azért a kegyelmedért együtt örvendezhetünk most előtted, és együtt magasztalhatjuk szent nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteinknek, és minden hívőnek közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzánk újjongó énekünk és hálaló imádságunk. Elhunyt testvéreinket is takard be szereteteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében. Könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a Földön, örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó akaratod indítson mindnyájunkat jó akaratra egymás irány, hogy békességben örvendezzünk, és dicsőítsünk téged az Úr Jézus Krisztusért, akinek a nevében még együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad.
az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Megáldott, boldog, békés karácsonyi ünnepet, erős vár mi Istenünk.